A vásárosnaményi városháza teteje tele van rakva a napelemekkel. A fejlesztés eredménye volt, hogy az energiaválság idején sem kellett bezárni az épületet. Egyedül a közvilágítás finanszírozása okozott bizonytalanságot, mert a korábbi 1,2 millió forintos havi számla ősszel 6,7 millió forintra nőtt. Végül sikerült egy megfizethető szerződést megkötni a szolgáltatóval. Így egyhangú döntéssel fogadták el a büdzsét, mondta a Filep Sándor polgármester 35 perc című műsorunkban. Kér február 14-én a képviselőtestület egyhangú ilyennel elfogadta a költségvetési rendelettervezetünket is, ezáltal meglett a 2023-as költségvetésünk, és az is fontos, hogy a bizottsági ülések is, hiszen városunkban négy bizottság látja a munkáját a testületülések előtt, ők is egyhangulag támogatták a rendelettervezetet, amely kapcsán láttuk azt, hogy a kiadási főszegünk 5 milliárd fölötti. Ez azért is ekkora, hiszen ebben a felhúzási rész is majdnem 2,4 milliárd forint, és a működésre is egy olyan 2,7-2,8 milliárd forintos nagyságrendben tettünk javaslatot, és ez így össze is állt, és azt is láttuk, hogy az általános tartalék is fontos, ami ami egy olyan biztonságos működésre adhat okot, amely egy 360-380 millió forintos nagyságrendű, ami egy olyan lehetőséget ad, hogyha óvatosan odafigyelve gazdálkodunk, és nem üt be semmilyen olyan váratlan esemény, akkor, akkor ez az év is veszélyesnek ígérkezik, és veszélyesnek látszik, de stabilan gazdálkodva, odafigyelve a számainkra, és odafigyelve persze az intézmények működésére, akkor nem okozhat problémát. A büdzsé lehetőséget biztosított az önkormányzatnak arra is, hogy az egyik bevételi forrását az ipari üzési adó mértékét csökkentse. Ezzel a helyi vállalkozásoknak is segítenek, de vonzó lehet az új befektetők számára is. A szfiszkronó visszatelepülése a városunkba egy olyan lökést adott a gazdaságnak, amely kapcsán az iparodési adónk jelentősen megnövegedett az elmúlt időszakban. Azt is látjuk, hogy még 5-6 évvel ezelőtt az adóerőképességünk 21 ezer forint körüli volt lakosonként, most ez fölment már 63-64 ezer forintra lakosonként, és ez azt is, azt is lehetővé tette, hogy az elmúlt évben az iparüzési adó mértékét 2%-ról csökkentettük 1,8%-ra, ezt két évig próbáljuk tartani, majd az azt követő két évben 1,7%-osra mérsékeljük, és az ötödik évben pedig leszeretnénk menni teljesen másfél százalékra. Érdekes, hogy ez valójában csökkenő mérték, és mégis a bevételek növekedését okozta. Látjuk azt, hogy a kis és középvállalkozások, a működő gyárak megerősödtek, és a nehézségek ellenére is, hiszen azért a Covidon túl, a háború szomszédságában, a különböző válságok közepette is a gazdaság erősödni látszik városunkban, és ez egy stabil gazdálkodásnak ad lehetőséget. Jut forrás arra is, hogy turisztikai fejlesztéseket valósítsanak meg, és korszerűsítsék a gergely ugornyai és területét.